Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Gaming Cartoon FIFA karrier. A FIFA 22-ben folytatjuk. Red Bull Lipcse, kérem szépen, nyomjuk neki. Hát elég rég volt már karrier. Néhány epizód már le is forgott. Volt itt vereség a nyári kupában. De hát most már elkezdődik a Bundesliga, és ideje tényleg összekapnom magam. Sokszor mondtam már, de itt a lehetőség most kell megmutatni, mert most lesz az, hogy hát igenis. Elkezdődik a Bundesliga, ez pedig nagyon kemény. Szerintem kellene egy edzés a meccs előtt, én azt mondom, kell a gyakorlás. Nézzük meg, hogy miről van itt szó nekünk. Hát, kaptunk egy minimális pénzösszeget a kupáért, már ezért megéri részt venni, sokan mondtátok, hogy semmi értelme a kupának, de hogy nem, srácok, minimális pénz, még ha minden meccsen kikaptak akkor is, illetve gyakorlás, megismered a csapatot. Na mindegy, hát jó, hát nem örültek neki a klubvezetőség, de hát ez van. Én azt mondom, hogy akkor nézzünk meg egy ilyen edzésszerűséget. Nyomjuk is le neki. Van itt nekünk egy Willy Orbán, én egy olyan edzést szeretnék, ahol egy picit játszhatok Szoboszlaival is. Úgyhogy jaj. Közbe. Nagyon sokan megszavaztátok, kérdeztem az átigazolások kapcsán, hogy kit igazoljunk le, és megszavaztátok, hogy Szalai Attilára fektessünk be, hiába kerül rengeteg pénzbe, akkora tehetség, hogy bizony-bizony fel fog az fejlődni, úgyhogy a védelem tengelyébe tudom majd játszatni, persze ez az kell, hogy lehetőséget kapjon, úgyhogy Szalai Atti 23 éves, már jön is. Kértem ugye, hogy minél többen úgymond szavazatok, vagyis hogy lájkoljátok a kommenteket, és akkor azt a játékost leigazolom. Ez a magyar Szalai Attila lett, úgyhogy természetesen már shortlistázzuk is, elvileg jó lesz, Fenerbahcsétól kell elhozni, valószínűleg elég kemény pénzért, de hát nagyobb lesz az esélyünk, mint mondjuk Timo Wernert megpróbáltuk az előző karrierbe, ugye, úgyhogy talán ez menni is fog. Timo Werner nem sikerült, pedig rengeteg pénzt ajánlottunk érte. Megpróbáljuk Szalai Attit, aztán egyből elkezdünk a klubbal variálni, nem szórakozunk. Oké. Azt mondja, hogy 23 millióról volt szó. Én egy 20-at, 21 fel tudok ajánlani. Nem akarom az egész pénzt ugye elverni rá. Elég drága. Szalai Atti azért mégiscsak tehetségnek van kikiáltva, ezt jól tudja a Fener is, mind a valóságban. Szerintem a FIFA-ba is. Hát gyorsan megegyeztünk, elfogadták a 21 milliós ajánlatot. 2 millióval az ajánlott ár alatt tudtam megvenni. Most már csak Szalai Attissal kell kávéznunk egyet. Ezen a kellemes helyem. És ott van a fiú. Hoppá, őt fogjuk elhozni. Nagyon szép, töltsünk ki neki valami kellemes kis kávét, egye meg a körtét, aztán vágjunk már bele. Milyen lesz a szerepe? Hát, rotálni fogom. Nem biztos, hogy minden meccsen ő fog játszani. Remélem, hogy ez tetszik neki. Kapni fog percet. Valószínűleg be fogom cserélgetni. Lehet, hogy kezdőbe is lesz, de azért valljuk be, hogy na értitek, tehát nem egy 80-as értékelése van még. 4 éves szerződés. Nekem tök oké. Úgyse fogunk 4 évet lejátszani a karrierbe szerintem. Jó. Egyenlőre tetszik neki. Milyen kis sütik vannak. Ú, de ennék. Egy olyan epres sütit, azt a rohadt élet. Na jól, megéhezek játék közben, hát hihetetlen. Fizetése, mennyi legyen? Hát ez az, hogy nem tudom, 30 ezer. Nem néztem utána, mennyi most a fizetése. Ha majd szó, hogyha nem tetszik neki, nem tudom, hát azért, na. 40 legyen, 40. Lehet felőle átigazolási bónusz is, hát a keretünkből kifér egy ilyen Attinak adott kis jutalompénz, úgyhogy én nyugodtan felajánlok neki 250-et mondjuk, hát ez számomra ez semmi.
pénz, abból a 23, meg 21 millióból, ez nem sok. Jó, örül neki, mindenki örül, én örülök, ha Salah jött, örül. Úgyhogy az király dolog, megegyeztünk a menedzserével, a sráccal is, megfogdosom a hátát, most már a keret tagja innentől kezdve. Elvileg benne is van, nézzük az értékelését. Ha jól emlékszem, 73-as, 75-ös Salah Jati úr. Hát kérem szépen, már ott is van a csapatunkban, kérésetek számomra, parancs, Salah Jatillát leigazoltuk. Ez annyit jelent, hogy Guardiol ki fog kerülni a cserék közül, hát nagyon sajnálom, és Salah Jati is meg bekerül. Oké, ennyit változtatunk, nagyon sajnáljuk Guardiolt, hát így járt. A lényeg most igazából, hogy akkor tréningezzünk egyet, és ahogy mondtam, megnézzük Szoboszlait, de itt viszont Salah Jatit is be fogjuk rakni, méghozzá nagyon jó, tökéletes. Kicsit átszerveztük a témát, de én azt mondom, hogy ez kell. Srácok, ti se vegyétek félváról, hogyha komolyan akarjátok nyomni a karriert. Az nem karrier, hogy beállítjátok a amatőrre mondjuk, vagy kezdőre, azt mindent megnyertek. Tényleg én is próbálom picit komolyabban venni. Campbell-be is lőttük. Az is jó! Gulácsi nem tudta kivédeni. Hoppá, 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 hoppá. Az is tökéletes. Gulácsit is edzetjük egy kicsit. Illetve a lövéseket is gyakoroljuk, és eddig parádé, azt kell, hogy mondjam. Out of zone, na nem baj. Jöhet a következő edzés. Itt leszünk Szoboszléva. Ott a menedzser úr. Nézd minket a menedzser úr, de annyira néz, hogy közben elbotlottam ezekbe a szarokba. Messziről kell ülni, és közben nézem magamat, ahogy játszok. Beszarsz. Mennyire jó. Milyen bivajerős lövés. Hát eddig a menedzsert nem kényeztetjük el a látványos nagy találatokkal. Mérges is. Lehet, hogy kiteszi a csapatból emiatt Szoboszlait. Na de. André Szilvát azért csak nem. Szoboszlai lecsehezi a bóját. Ez szép lövés. Gól. Jól van, utolsó lehetőség. Most már Gulácsi is ott van, oda hívta az edző. Csodálatos találattal vartuk be a kapuba. Kapufa. Jó, ezt még egyszer, már a menedzser előtt kicsit ciki volt ezt így bemutatni. Nagyon jó. Elsőre bement. Szoboszlai. Szép. Még a táblát is leviszi, majd fizetheti ki szépen akkor. Nagyon jó. Ott a találat, most már azért megnyugodtunk. Egy izomlövés, tökéletes. Lövőcsel, majd utána a táblát széttörjük, megint csak, sokba fog ez kerülni, kisfiam. És ez is bent van, igaz, begurulgat épp, hogy a labda még passznak is gyenge volt. Elesik André Silva, de ez még egy jó lehetőség. Gulácsi kivédi, 50 pont a jutalmam. Hát ezt köszönöm. Na majd Szoboszlai, engedd be Gula! Engedd be, out of zone, mindegy. Ó, hát ez nem volt a legtökéletesebb edzés, de majd Salah Jatival itt bemutatkozhat, először fogjuk majd irányítani, és most irányítjuk először, eddig tartott, de Nkunkut leszereli Salah Jat is. Mekkora jó. Azaz, a blokk. És szép, az is. Nagyon jó játszanak eddig a srácok. Henriks blokkol. Töké. Gulát kihívjuk. Ezt elvesztettem, de az lett, úgyhogy ennek örülünk, hiszen így max ilyen kis értéket kapnak a játékos, amitől egyre jobbak lesznek, úgyhogy én azt mondom, hogy most már akkor így tolhatjuk. Ezeket már leszimulálom. Jó kis edzések, ezek is fontosak. Húha, menjünk a naptárba, mert itt nagyon sok edzés lesz. Azt hiszem, így van. Hát itt rengeteget igazolhatnánk. Én azt mondom, hogy szimuláljunk. Nézzünk egy ilyet. Hogy szimulálunk valameddig. Aztán megnézzük az e-maileket, mert valószínűleg a nyaralásom alatt itt rengeteg e-mailt fogok kapni, amit illendő lenne elolvasni. Ezt meg is tesszük elsőjén. 8 e-mail. Jézusom, miket gondolhatnak rólam. Na jó.
Hoppá, horvát játékos, ott láttam, hogy magyart is itt képzünk, vagy mit csinálunk, a francokat, hát ez horvát, de mindegy, mindegy, tehát ezeket a játékosokat itt képezzük, van itt minden nemzetiségből kis fiatalok, hoppá, Hurtado, mexikói, nagyon komoly, szélső védő, és akár 94-re is felfejlődhet, 16 éves, hajrá, fiam, toljad neki, aztán majd leigazolunk a fő csapathoz. Vili Orbánra, meg mindenkire jött itt mindenféle megkeresés. Moriba szeretné Moribát igazából kölcsön venni. Hát figyeljetek, én elfogadom, Real Betis, Frodi ellen játszhat majd az Európa Ligában. Hát ajrá, menjen, menjen a fiú. Eladni természetesen nem akarom. Jó, akkor mik vannak még itt? Na, úgy. Kölcsönbe szeretnék kérni az Augsburg Poulsent, csatáromat, hát ez biztos, hogy nem fogom elengedni, főleg nem két évre, nem is értem, hogy gondolták. És van egy Saracsi, akit szeretnének megvenni majd. De hát őt se szeretném elengedni, úgyhogy talán ha több pénzt kínálnak. Vagy esetleg sima kölcsönvételbe benne vagyok, de hogy meg is vegyék, az azért az nem, egyelőre nem. Öreg úr tárgyalással, hát ők nem, hát akkor bekaphatják, ennyire nekem nem fontos. Jól van. Úgyhogy így nézünk ki. Pörögtek itt a dolgok, de jók leszünk, én úgy hiszem. Megint csak edzéseket szimulálgatunk, de lehet, hogy tényleg leszimulálom, mert nem akarok lemaradni itten mindenféle dolgokról. Majd közben azért itt nézzétek, a City el akar vinni Nkunku, de Nkunku zseniálisan jól játszik, úgyhogy nem. Ez egyértelmű. Mehetünk tovább, akkor megint csak szerintem szimuláljunk le több napot. Egészen akár a 12-e edzésnapig. Simán mehet, hiszen be fognak jönni ajánlatok, amire azért érdemes válaszolni, de minimum áttekinteni. Bundesligása váltott itt a háttér. Hoppá! Moriba kiment kölcsönbe, tökéletes, jó lesz az. Illetve vinni a Benfica Campbellt. Nem, hát nincsen védekező középpályásom. Én ilyen szemét vagyok, és visszautasítok mindenkit, és mindent. Aztán majd még igazolunk, hiszen még bőven van nap, tehát még a következő karrier részbe is tudunk igazolni. És most megint azt kérem tőletek az átigazolás kapcsán, hogy kérlek, írjatok neveket, akiket szívesen látnátok a csapatba, akár egy jó védekező középpályásra, és szükségem lenne egy jó gyors támadóra, ahogy már korábban mondtam, és amelyik komment a legtöbb lájkot kapja, azt megint leigazoljuk. Persze, ha Ronaldo lesz az, akkor nem, hiszen nem tudjuk leigazolni Ronaldót, nincs rá lóvi, de nagyjából láttátok a pénzügyeket, tehát azért ennek fejébe tudtok itt mindenféle játékosokat írni. Természetesen egyet írjatok, és akkor azt leigazolom. Remélem érthető. A lényeg, hogy akkor most játszunk is. Konferencia. Annyi mindent csináltunk itt a meccs előtt, hogy most már tényleg meccsezni szeretnék, de majd nyomunk ilyen kis mindenféle interjúkat, hogyha majd esetleg lesz rá idő. Mainz. Vannak itt jó játékosok, eléggé, és Szalai is itt játszik. De ahogy látom, nincsen benne most a keretben, úgyhogy akkor tőle nem kell félnünk egyenlőre, de valószínűleg be fogják cserélni. Nézzük, hogy néz ki a csapatunk. Adams, Leimer, Szalajati a padon, nem tudom miért van mindenki ilyen hű, de rossz formában, azt a mindenit. Itt senki nem akar már játszani ebbe a csapatba. Campbellt berakjuk Adams helyére, így fogunk játszani azért, na, mégiscsak. Fú, a kezdő csapatban jó formában vannak az emberek, ez egy jó hír. Esős meccs vendégben. Nézzük is akkor, toljuk neki az első meccset a Bundesligában világklasszi szinten. A Mainz otthonában egyből egy ilyen zivataros napom.
Az új kinézet, új eredményjelző, megújult egy picit a Bundesliga, új derbi sztárlabda, ezt se láttam még, ez is nagyon új. Természetesen az új vendégmezünkben, Atom Király, nagyon jól néz ki, Mainzosok is, a szurkolótábor, a gyerekek vonulnak ki, fogják Szoboszlai és André Silva kezét. Na de most már menjen a mérkőzés. Szurkoljátok, srácok, elkezdődik a karrier Bundesliga része. Óriási lesz, ebben biztos vagyok. És itt azért megint az lenne a cél, hogy nyerjünk. Nyerjünk már a Bundesligát, mert tavaly olyan jó érzés volt. És milyen érdekes egyébként a Bundesligának az eredményjelzője is, ha megnézitek. Ott egy összecsúszás. A szép Nkunku. Nagyon jól játszik mostanában, a valóságban még inkább, reméljük, hogy itt is jó lesz. Jézusom, milyen szurkolás van Mainznál. Halljátok? Jó, most már ordibálnak, de ezek voltak szép rigmusok. Tök jó, hogy ezeket így berakták. Kigáncsolták Gulácsit, és nem jár érte semmi. Ez elég izé volt, fura volt, ott hátul láttam pont. Azaz. Á, nem sikerül. Nagyon jó. Mi van itt az esős talajon? Össze-vissza pattog a labda, akárcsak egy Bundesliga 3-as meccsen. Elég furcsa helyzetek alakultak ki, és kontrából mehetnek. Cselezgetnek. Nem jó. Gulácsi gól. Mainz 1-0. Óriási jelenetek voltak, senki se tudta, hogy hol van a pályán, és egy kontrából igazából be is vették a hálunkat. Ott egy béna bicikli cselek, és átvernek, és szépen eltekeri Gulácsi mellett. Őrület, ami itt történik. Ingvardsen a gólszerző, kérem szépen. Nem semmi, nem is kell ide Szalai Ádám. Látjátok, enélkül is megy nekik. Micsoda eredményjelző, gól felirat, nagyon jól néz ki. Jó lesz ez a karrier a FIFA 22-ben, már nagyon vártam egyébként. Nagyon élvezem már most. Ez ilyen apróságokkal engem meg lehet venni, mint hogy frissítik mindent mindennel. Ha, ezt nem hiszem el, 2-0 most már meccse kellene figyelni. Basszus, hogy üresen kapja. Fúha! Fúha-húha! Azért itt vannak bajok. Nem is gyengém. Hernández volt a gólszerző. Íh! 16-oson belül egy nagyon furcsa szerelés. Kísérlet inkább csak. Dani Olmo. Gyerünk, Olmo fiam. Ott van! André Silva le sem van! Pedig milyen jó lehetett volna. Oké. Hopp, még ez is szép, ez is szép. Nagyon jó. Figyeljünk már oda egy picit, hogy legyen egy szerelés. Behűjtjük itt, Gulácsinak kell megint óriásit védenie, micsoda blokk. Szép volt az a labda kihozatal. Olmo, André Silva. Ás, estébe passzolják tovább. Nem jó, nem jó. Ezt megkapom a labdát, akkor nagyon-nagyon figyelni kell, hogy ne adjam tovább azonnal, mert csak elrontom igazából. Ez nagy baj így. Szép a szerelés. Ott pedig nem les, hanem Angelinónak fújtak be egy szabadot. Mármint, hogy ellene. Ugrálnak a sorfalban, nem lehet mögé feküdni. Nem lehet a sorfal mögé feküdni. Hát miért nincs ilyen a FIFA-ban? Messit pedig, hogy lefektették még korábban. Az egyik BL meccsen. Na mindegy, Mukiele. Jó, oké. Őrizzük meg a hidegvérünket, ne foglalkozunk az, hogy 2-0, mert akkor csak elvesztjük a meccset, ha stresszben vagyunk. Nyugodtan kell játszani, gólokat, gólt szerezni minimum. Az kötelező feladat lenne. Jó, oké, már megint nagyon heves itt a támadás, eltörik a labdát,
nagyon jó, okosan ki kell passzolni a szélre. Az egy nagyon jó Olmo megindulás, Dani Olmo futhat, kicsit lassú, nem kicsit lassú, de a cselek borzalmasan sikerülnek. Nálunk a labda. Szép, vissza, Olmo, szöglet. A blokkba. Nagyon mérges vagyok, mint edző, de ez még meg lehet. Vissza a passz, Lino. Hát, ez tökéletesen rossz volt, de még mindig nálunk a labda. Szépen hozzák ki a srácok. Az is jó ott. Az megint miénk lehet. Nagyon szép, Szoboszlai. Mukiele. Mukiele lövését blokkolják, még mindig Mukiele. André Silva, nagyon nyomjuk őket, és ez így a lehető legjobb. Ezt meg kellett volna tartani. Ezt a nyomást, legalább egy gólig, de már az első fél idő végén vagyunk. Micsoda hátra passz. Előre kellene így játszani, hello. Nem semmi volt, sarokkal hátra passzoltak. Jó, szép. Hát ezt nem bírjuk megmenteni, ez az első fél idő le fog pörögni, de másodikba kell valamit mutatni. Csak nehogy ilyen nagy vereséggel kezdjük a Bundesligát, mert az nem néz neki túl jól. És ott a támadás, ott lett volna a gól, végigvittem volna a puty be a jobb felsőbe. Mindegy, 2-0. Ez van. Labda birtoklásunk egyébként nem olyan vészesen rossz, mint amire én kalkuláltam. Hát itt voltak lövések, meg minden, de... Egyelőre nem úgy néz ki, mintha olyan jól sikerülne ez a meccs. Második fél idő, nyomjuk neki. Megzavar az eső, vagy a nagy szurkolás, hát én nem tudom. Az is rossz passz. Elkapkodtam, nem tettem le a földre a labdát. Húha, szép beadás. Jó, meglőtte. Fejeljük ki azt. Ne szabálytalanul. Ez nem túl jó. Nagyon kezd necces lenni. Úristen! Hé! Milyen lögdösödés volt ott az 16-osan belül, a Lipcse szurkok mindjárt pályára rohannak, annyira idegesek. Bíró kocsiját lehet összekarcolják majd a meccs végén. Ki tudja, kérem szépen! Az biztos, hogy megint Ingvartsen lőhet! 11-es labda nélküli játékos gáncsoltam ki, úristen! Keresztezni akartam csak a lövés miatt. Sárga lap, nem is ez a baj, nem a 11-es. Ott, nem is volt nála a labda, könyörgöm. Poher jön be, Gulácsi véd, Gulácsi nem véd. Három, nulla. Jól kezdjük. Király nagyon. Hernández most már két gólos ezáltal, Mukiele. Hiába cselezik ki. Nem a miénk. Hát pedig. Én azt hittem, de hát hinni a templomba kell. Aaron. A labda birtokosa. Beatus. Grosinski kiengedi. Jól van. Szoboszlai Olmónak, a spanyolnak. Leimer. Nagyon jó. Ott fut a fiú, Mukiele. Nem jó. Nagy szar az egész. Mindjárt lehozzuk a fél csapatot, de komolyan. Hát én nem ilyen meccsen akarnám, hogy Szalaiat is bemutatkozzon, mert ez... borzalom lenne neki is. Meghagyjuk a következő meccsére szegénynek. Ja, Gulácsi begyűjti. Gurítsad ki! Azaz, még estében is. Szoboszlai. Hey, lekapták a lábáról. Nem volt semmi az a jelenet. Kereszteznek. Jól van, kis passzjáték. Ügyesen gurigálják azt a labdát, és nem tudom elvenni tőlük. Csak amikor már tényleg nagy veszély van. Na végre! Szerezzük már vissza, ha hibázunk. És
nem jó az indítás, de egyszer nincs ember, hátra passzolni meg azért az elég ciki, de valószínűleg ezt kell folyamodnunk, mert nincs egy jó lehetőség. Szabit lehozzuk. Hozzuk be ezt a Forsberg gyereket. A svédet. Nagyon jó. Tökéletes, itt van Forsberg. Azaz, lehet menni, akkor Angelino. Nagyon jó. Ott az üres terület. Be lehet lőni. Elgurul a labda, kérem szépen, kirúgás. Szart nem ér az egész Andrész jó, nem mozog le. De ez nagyon gyenge volt. Kirúgás. Utána miénk lehetne, hogyha elég gyors lenne a svéd. Hát nem az. Ez 3-0, ez kinkeserves. Nem ezzel kalkuláltam, amikor elkezdtem a meccset. Nagyon-nagyon nem. Könnyed győzelmet nem reméltem, de hogy ennyire sima lesz, ez valami elképesztő. Úristen, hogy lefutnak. Hogy lefutnak. Hiába jó kombináció, ha lefutják a játékosaimat. Campbell szerez labdát. Ezt is kivédi a kapus Zentner. Hiába esnek össze. Hogy védhet mindent ki ez a kapus? Nagyon szép, nagyon jó játék. Vissza. Ott van Forsberg, Emil Forsberg. Nem jön. Nem jó. Talán így. Ez komolyan vicc, hogy ott van mindig egy láb. Nem lehet kijátszani ennyire a végletekig a helyzeteket. Egyszer el kell lőni, és akkor bizony ott van egy láb. Szerencsén állunk is legtöbbször, de van, amikor ilyen könnyedén átmennek a védelmen, és itt már csak Gulácsi védhet meg a szégyentől, meg az újabb kapott góltól. Sőt, sérülésük is van a Mainzosoknak. Forsberg mehet ezzel. Megindítjuk. Hát akkor cipelje a labdát. Nincs ezzel baj. André Silva. Az jó. Az jó. Nkunku is az emberbe lövi. A konkrétan a kapus nem tornáztattuk meg. A védők parádés módon folyamatosan tudnak szerelni. Az jó, csak valaki érkezzen. Ez az, és nem ez az, mert annyian vannak, hogy nem lehet előni. Konkrétan nem is veszi be a lövésgombot. André Silva viszont azzal megindulhatna. Kapus. Parádés módon lehúzta a labdát, esélyt sem adva nekünk. És lefújja. Hiába támadtunk egyszerűen, olyan könnyedén megnyerték ezt a meccset, hogy el nem tudom mondani. Erőtlen volt ez a játék a részemről. Nem értek össze. A helyzetek folyamatosan náluk volt minden. Nálam igazából kiadott helyzet, nagy védés, de a gólokat a Mainznál jegyezte. Ójjaj, baj van srácok, ez így nem jó. A karrierben nem nyertem még. Nyertem már FIFA 21-be, Ultimate Team-be, sima Fradi meccsen is, de a karrierben nem nyertem még. Jó, oké, Nkunku, értem. Tyűha. Kiesőjel vagyunk természetesen, nulla ponttal és valami bazirosz gólarányjal. Aj, nem adom el Klostermant, hagyjatok már békén, Limert se adom el az Arsenalnak. Nem. Persze, ha jönne egy olyan ajánlat, oké, de ezek nem azok. Ezek nem azok, és kellenek ezek a játékosok, úgyhogy maradnánunk. Mindenki egyenlőre. Stuttgart. Ő azért nem egy olyan extra nagy ember. Saracsi. És megint ez a Benficás cucc. Nem. Menjünk Stuttgart elleni meccs. Tiszta idő, Red Bull Arena. Nyernünk kell. Szalajat is bemutatkozik, srácok. Méghozzá nem csereként.
Nyomjuk neki. Jó kis stadion a miénk. Ott a VIP páholy. Jó lesz ez, kérem szépen, jó lesz ez. Red Bull Lipcse Stuttgart, ott a Rottenbullen. A bikák. RB Lipcse. Gulácsi. Nyerjük meg! Nyerjük meg, srácok! Tegyünk oda magunkat a Stuttgartot, talán verni lehet, régen óriási nagy csapat volt, mármint voltak szép időszakaik, de most ez nem az, és ki kell használni. Nkunku, de gyorsak! Mi az Isten van velük? Miért ilyen gyors itt mindenki? Remélem én is ilyen gyors lehetek. Azért Usain Boltot csak nem igazolhatjuk le. Jó, Dani Olmo, ő harcias is lehet akár, szép, szép a játék, de nem, nem eléggé. Hé, ott van Szalajatis bemutatkozása, de hát olyan cseleket nyomjak itt a srácok, hogy Szalajatis se tud ezzel mit kezdeni. Willi Orbánnak kell akkor kisegíteni, az egész védelem magyar, és ez szerint azért csak jól szerepelnek, hát remélem. Itt nagy tehetségeket kell kinevelni, kérem szépen. Hoppá! Micsoda füzögetés közben! Hú, Gulácsi! Nagyon szépen lehúzza. Jól van, oké. Okay. Az a jó indítás! Szoboszlai Domin... Hát gondoltam, hogy megfuttatom kontrából. Eddig tartott épp, hogy átvette, ki sem mondtam, és már elvették tőle a labdát. Jó. Figyeljünk erre, Szalajat is már egyből közbe lép. Nagyon jó a blokk! Aelino segítette ki a srácokat. Jó, belövik elég élesen. Azért az érdekes kis helyzet volt. Csoda, hogy nem lett ebből gól. André Silva fejelhetne. Végül is megoldotta, csapattárshoz ment ez. Adams. Lőd rá, Adams fiam! Blokk. Bele a blokkba. Mindig. Mindig. Az is jó lövés. Keresztbe elmegy. Aelino. Nem baj. Akkor ez lesz a mai taktika. Távolról, átlövésekkel, de minél több kaput érő találata próbálják meghatástalanítani a stuttgarti védelmet. Nem próbálják meg átfűzni rajtuk, hanem valamit összehozunk távolról, mert csak elvesztjük a labdát, hogyha nagyon közel akarok jutni. Ő nekik ez megy, és nem hiszem el, hogy nem tudok ellene mit tenni. Elcsendesedik a tábor. Nem tudom tartani a srácokkal a lépést. Mindig mögötte fut a védő. Nem vagyok sokkolva. Vezet a Stuttgart 1-0-ra. Eddig tartott a nagy lelkesedésem. Természetesen nem adom fel. Csak nem teljesen értem, hogy mi nem klappol. Mi nem működik. De most úgy néz ki, Nkunku támad. Mitől nem ment be? Kérdem én. Szöglethez készülődnek a srácok, visszanézni se lehet, hogy mitől nem ment ez be. Szép fejes, szöglet megint. Új, de szép csavarás után! Ott a kapufa mellett álló srác fejelte ki, és ezzel mehetnek vissza-vissza, Adams, gyere, fussad. Azaz, nagyon jó taktika ki. Ez az. Nem sikerül. Jó, legalább ezt levédekeztük, de következőnél már megint figyelni kell. A 2-0. Áll belőtte Szilasz a hátán. Fütyülnek a nézők.
Totál jogosan Gulácsi nézett ki a fejéből. Stuttgart szurkolók leordibálják a lipcséseket vendégbe. Én pedig leszerepelek a második meccsemen, és érik a kirúgás. Szoboszlai Dominik. Becselezi magát, elfekteti a védőt. A beadás senki földje. Hűha. Hűha, srácok, van baj. Van baj bőven. A Szalajat is se tud segíteni, ahogy látom, hiába csinál jó dolgokat, hogyha egyszerűen nem. És ezek se jönnek össze. Pontos passz hiányzik a játékból. Gulácsi megint véd. Igazából ő rajta múlik, hogy itt nem 3-4-0 van. Nem jön össze a passz, és nem tudom, hogy miért ilyen pontatlan az egész játék. Helyképedve állok, ülök pontosabban a meccs előtt. Szalajati, jó magas egyébként, ez kifejelte. Ez nagyon jó, Szoboszlai, tökéletes. Sokan vannak, nincs kinek passzolni, nem nyílnak a területek. És itt nem is lehet jól játszani. Itt feltartóztatás, a bíró leszarja, nem fúj semmit. Egy Dani Olmo elfutás, ketten zárnak rá tulajdonképpen a srácra, de Dani Olmo még így is visszaszerzi, és bele a blokkba. Nem derül ki, hogy 11-es eset lette volna, nem nézhettem ezt se vissza, de hát egyértelmű, hogy itt rá is fújta a bíró, nem foglalkozott a helyzettel. Megint teljesen oké, és a labda birtoklás. Jó a lövés mennyiség, de ahogy a kaput egyszer se találtam el, az mondjuk elég ciki. Nkunku nagyon jól játszik, és semmit nem ér, tök halovány az egész. Helyette nem is tudom már, kit hozhatnánk be egyébként, senkit. Adams helyett megnézzük ezt a Campbell gyereket, vagy Haiderát akár. Na jó lesz Campbell. Most hirtelen nem tudok mit változtatni egyszerűen. De nem működik. Nem működik ez a Lipcse. Nálam legalábbis most. Szoboszlai keresi az embert. Hiába cselezgetek vele előrébb. Nem jutok ezzel. És olyan simán szerelik le, hogy még csak kint sincs a labda bedobásra. Ez az emberhez nem fejelem, ellenfélhez csak. Ellövik, megint tisztán lövik, és vihette volna, cipelhette volna még a srác, hogyha akarja. Hát, megint oda csúsznak. Csak a szenvedés megy részemről, és így fog lepörögni ez a második félidő is, akkor nagyon nem leszünk jobban. Megpróbálunk akkor valami támadásszerűt véghez vinni. Gulácsi ér bele, ez nem jó. Ez nem jó, srácok. A formációt... Várjatok. Ultra atakra tesszük. És a formációt megváltoztatjuk úgy, hogy két csatár legyen elől. Ezt a flat designt be is rakhatjuk akár, ez így tökéletes. Silva, Olmo... Olmo egyébként az jó lesz ott, Nkunku helyett jöhet be Paulsen. Campbell tökéletes, Alino nem sír, tökéletes, Mukiele helyett pedig Haidara. Na, összes cserénket elhasználtuk, konkrétan újra alkottuk a csapatot, és felnyomjuk ultra atakra, hiszen ott választottuk ki ezt a taktikát. Mindenki támad, teljesen új képét mutatja majd a csapat, remélhetőleg az 53. perctől, és valahogy megpróbáljuk visszahozni ezt a meccset, mert bajban vagyunk, és akkor Pintér Attila jöhet a helyünkre a menedzseri poszton, hogyha ez nem fog sikerülni. Limer!
nem jó. És nem sikerül szerelni, és mehet megint. És Szalai Ati van igazából ott. Aki védheti. A kaput nagyon rossz volt az átadás a részükről. Mangala sétál le. Az is egy jó passz. Szoboszlai. Nagyon jó. Angelino. Nagyon korrekt. Polzen. Jézusom, egyébként ez jó volt. Jussuf Polzen. Most már nem volt olyan szomorú a menedzser úr. Amikor ezt meglátta. Les! Les! Szoboszlai visszakapta a labdát szögletnél, és alulról jöhet a szabadrugás Les miatt. De ez a miénk így. Az nagyon jó, csak átpördült, és elviszi két ember között. Fantasztikus, ügyesek egyébként. És Szalai Ati van egyedül hátul, azért ez így elég para. Gulácsi védi ki, összeesnek a játékosok, nagyon mérges. Mert hogy hiába nagy támadás, a gól nincs, hátul meg konkrétan ki vagyunk nyílva. Na, hozzuk ki onnan. Az egy nagyon durva szabálytalanság, lehet, hogy sérülés is lesz, majd a vége majd kiderül. Jó. Az kirúgás. Erről van szó. Oké, nem húzzuk az időt. Az is nagyon jó. Csak kinek adhatnám, azt nézem közbe. Nem jó. Oké, azt mi dobjuk. Ajj, a becsavarodott beadás az egész reménytelinek tűnt, de végül nem lett az. És vezetnek nagyon-nagyon szépen. Egyébként uralják a mérkőzés 2-0 után. Nem lehet. Nem tudom, hogy mi lenne a kulcs, srácok, hogy szét fogjuk veszíteni ezt az egész Bundesligát, ha ezt így folytatom, és már pedig csak azért se fogom levenni a nehézségi szintet, akkor minden meccsen kikapunk, kész, vége, kirúgnak, és akkor vége a FIFA karriernek. Eltöri a labdát. Kevin Campbell. Hajdara. Ő is mehetne. Na végre, hogy az Isten verjen meg. Jussuf Polzen. Szegény csak csereként hozom be. Pedig egyébként őtől leszármaznak az értelmes lövések. 80. perc, kicsit későinek érzem. De így legalább rúgtunk egy gólt. Ez még nem elég az üdvösséghez. Ettől még nagyon-nagyon rosszul állunk. Oké. Okay. Jó. Megint Polzen. Nagyon szép. Figyeljünk. A szép. Szoboszlainak elég csúnyán oda csúsztak. Nem jön be. Ailinoval játszottak össze, de ez se sikerült úgy, ahogy eltervezték szerintem. Oké. Okay. Polzen! Megint jó volt. Mit mentettek? Megint jól játszik ez a srác. Ilyen mozdulatokért én elképzelhetőnek tartom, hogy a kezdőbe fogom nevezni a fiút. Kész, vége! Polzen a kezdőben! 2-2! Csereként beállva kihozza döntetlenre a mérkőzést. Semmit nem csináltam másképp, egyszerűen... Inkább nem is káromkodok. Ez nagyon komoly volt. És nem a kapusba lövi. Jussuf Polzen. 2 gól, 1 meccs alatt. 80. perc, 90. perc. Ez kell nekünk, srácok.
Ez kell nekünk, két csatáros felállás, André Silva és Yusuf Poulsen veszélyezteti, majd a kaput ketten. A többiek csak segítik az ő játékukat. Poulsen, mit csinál megint? Már megint ment volna. Úristen, hogy ezt hogy hoztuk ki döntetlenre. Wow. El vagyok képedve. Győzelemmel felérő döntetlent értünk el, miután az első fél időben konkrétan megsemmisített minket a Stuttgart, jött Yusuf Poulsen. Fantasztikus két gólt lőve. Köszönöm, hogy itt voltatok ezen a mérkőzésen. Ez nagyon-nagyon kemény volt. Azt a mindenit. Hát lehet, hogy kéne egy csatárt igazolnunk, hogy csereként legyen majd kint behozni. De hogy ez a két találat után a következő meccsen felállást váltunk, és Poulsen kezd, az 100%. Köszönöm, hogy itt voltatok, szurkoljatok, srácok, meg szükségem van még, nagyon sokat kell még gyakorolnom, főleg a Lipcsével kéne játszanom, ahogy ezt látom, de nyomjunk neki, nem állunk meg, és nem tesszük le ebbe a nehézségi szintet, így fogunk szenvedni, és végül óriási sikereket aratni. Tartsatok velem legközelebb is, köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!